Riadó! Riadó, srácok! Kezdődnek a különböző csodálatos dolgok! Szevasztok, gyerekek! Igen, hello, hello, sziasztok! Bocs, hogy kicsit a beköszönés az nem lett az igazi, de most már nem fogom tudni vissza újra, meg mindent, semmit se csinálni, mert támadnak a zombik most már. Na várjatok! Ezt a ajtócskát beteszem, és akkor hagyjuljenek a zombik! Betárazzuk a fegyvereket, és... veretjük neki. És már futnak és jönnek. Jaj, de jó, imádja a Keeper. Azt a betyáró istenit. Mi a f... mi történik? Mi folyik így gyöngyösön? Úristen! Egymás hegyén hátán állnak a fiatalok. Uramisten! Egy kicsit be vagyok parázva, gyerekek, nem kicsit, de nagyon. Próbáljuk a fejlővéseket erőltetni, mert úgy látom, hogy komoly dolgok vannak. Hajja! Bejutott! Bejutottak! A csaj majdnem bejutott. Bejutott! Uramisten, uramisten! Jézus Mária, gyerekek! Visszavonulás! Visszavonulás! Kemény a helyzet, gyerekek, mi a szar van itt már maskapásból? Kimegyek meg... kinyírom az összeset! Úristen, gyerekek, mi a szar van itt? Szerintem megint fordítva van rajtam a füles. A jobb oldalról hallom őket, az bal oldalra jönnek, álljál meg! Bazza, ilyen hülyét mind a Keeper hallod? Fordítva volt rajtam a füles. Imádom! Gyertek, köcsögök, gyertek! Erika azt mondta, megszorongatnak most engem. Nem hagyjuk! Hosszogjanak a fejek! Posszogjanak a fejek, posszogjanak! Valahol van egy rendőr zombi előtt. Ott jön-e? Föl ne robbanjon! Durrogjanak a fejek el! Huszonkettő óra 44, gyerekek, komolyan dolog. Imádom. Lő a render zombi.
Jó, van, frankok vagyunk, gyerekek, frankok. Egyébként imádom, hogy jön a loot, mint az állat. Passzognak a fejek szépen, a keeper reményen áll hozzá a dologhoz, ha a horda érkezik. Jön a rendőr zombi. Egyébként szerintem kifogytak a izék a gépfegyverek. A rendőr zombi most a legveszélyesebb ellenfél. Főleg a fölrobbar. Szépen álljatok sorba! Jó, jó. Sorba, sorba gyerekek! Egy! Első ablaknál, második ablaknál, harmadik ablaknál! Negyedik ablaknál, ötödik ablaknál! Újra! Úristen, gyerekek! Gyere, barátom, ide! Ablakon, gyere! Azt a betyárját! XP farm a javából! Lehet, hogy javítanom kellene. Ujj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 
Barátaim az urba, támadnak ők a jobb urba. Ezt az egyet találtam ki, ami rímel. Honnan jött ki? Meg kell volna nézni, hány darab zombi várja, tehát nézzük meg most. Hogy kell? 2948. Oké, okay. Meg kell volna nézni előre, hogy meg. Hú, várjatok, javítsuk! Jók vagyunk! Jönnek a madárkái, a csodás madárkái! Maradjál már, more! Jók vagyunk! Valaki lőtt? Aha, ott egy nő. Dugd be fejedet, dugd be fejedet, úgy... Ide! Imádom, hogy itt berúgják a fejüket. Gyerekek, mennyi lőtt, te Isten! Jobb vagyunk. Ja. Használjunk pisztolyt is. Hol? Hol a rendőr? Hol a rendőr? Ne! Forrabbantja magát! Forrabbantotta magát, Dickons! Jézus Úristen! Forrabbantotta magát a rendőr zombi, more! Játék, játék, barátaim, játék! Nyeszed, 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 gyerték, gyerekiek! Das hisz! Játék, csalje! Szórakozó! Beszóltál?
Nem szeretem a közelharcot, gyerekek. Keeper az ezt csinálja, adja neki. Érdekes, hogy ilyenkor nem lagol. Hogy a szarba. Megy a fölvétel. Rúgják a jövő lootot be, de rúgják. Az épp betévedt a csávó. Adjál neki is annyi. Ne adonáztatok gyerekek, csak sorba! Nyugi! Hoppá! Írtátok, hogy ezek a lootok nem vesznek el, azért merem ott hagyni őket. Pumpá, kapják az olmot, hol a mérgezés van, bárja. Hoppá! Ocsém! Gyerekek, mi a fasz van itt? Jézus úristen, kérek ajánlom meg... Feltöltenem a időmet, HP-mat egyet. Oké. Fickó gyerek, nyugodj meg! Madárka! Hű, mennyi lut! Hoppá, valaki lefosott. Valaki lefosott, rendőr zombi. Kis tömegosztatás volt, gyerekek. Megint nem tárazta be. Jó, tárazd be, tárazd be, tárazd be, utána. Váltsa a fegyvert, jó. Dugjátok csak a fejeteket be. Megosztanak a válaszok arról, hogy ezek a lootok elvesznek-e, de legtöbben azt hittátok, hogy nem vesznek-e, úgyhogy ne fossak. Gyerekek, szintlépés mindjárt megint. Jó vagyunk, már megint madár. Érdekes, hogy a madarak is távol vannak. Jó vagyunk, gyerekek, jó vagyunk. Eddig még az első védelmi vonalat csütörték át. Jobbak vagyunk, mint ezelőtt. Ó, szórakozzá! A
Robbanjanak a fejek le, robbanjanak a fejek le. Úristen! Mennyi zombi ez? Kezét ledöv a meccsém, az tovább támad, hallod? Bocs, hogy nem beszélek sokat, de... Fejre! Fejre! Megint szit lépés. Majd írjátok meg, srácok, hogy mire költsek, milyen X, mire érdemes. Na most lesz egy csomó skill pontunk, na tényleg. Render zombi a távolba. Ott a fiú! Jó van, jó van, jó van, no problem. Jó van, nincsenek sokan, mi? Hol az a hülye madár? Törölj meg! Jó. Van lúd le bőven, mi gyerekek. Valaki megütött. Magos szar! Találd már, bazze! Vadárka, vadárka, hol vagy vadárka? Jogi. Ah! Ez engem ért. Render zombi, ilyenkor beudódok, azt kicsalom. Oldal! Elfogyott az először! Wow, baze! Gyerekek, baj lesz, mert elfogyott az először. Futás be! A francba mi van már? Mit vagytam mindent? Töltöj be, ne tököljük! Gyorsan! Kim vannak hagyva, bazzai?
sok van. Sörét, ha vigyünk akkor. Na, rendet kell tenni. Köcsögök, gyertek! Ne bántsátok ott! Fúrják be magukat, baze. 2 óra van, nem olyan rossz. Öcsőjén, mi van itt, baze? Jó, szerintem a lootok nem tűnnek el. Még kéne lootot szedni, minél többet. Sokat lövök mellé, tudom, bazza, de ideges vagyok. Ajaj. Ne ugra... Ne rázd a fejed el. Kellett. Óóó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 
Az a kék izét dobott, az jobb. Luthor. Megjelenni a zombi. Van a rendőrzombi hegyek jönnek! Azt se tudom mennyi erőről a gyerekek. Ne bújj el! 2 óra, bazzek. Eléggé szoros. Elég szoros a szitu. Ezután több lőszer kell. Azt a rohadt életbe. Adj, mi a szar van itt, gyerekek? Maradj itt! Jó. Sörétesre lehet, hogy kéne pakolnom. Skillügyileg. Ah, baza. Hol tűnt a trendőr?
2-ről 27 nem fogom kivérni, de nagyon jönnek. Ne kelj föl te meg, ezek a nagy darab motorosok, ezek mindig felkelnek. Ne bántsd a bázist! Te fiú! ...2940-valamennyi volt ugye a zombi szám. Amikor megnéztem, de akkor már javába ment a buli. Megint rendőr valahol a rendőr. Arra megyünk rá. Mit akarsz ott lenni? Te! Alapát! Kár, hogy nincs ilyen lootolós üzém. Kajám. Most ugye össze kirudom lootolni vele a magokat. Valami még mindig csak 3 óra, mi lelassult az idő, vagy mi van? Tök olyan érzősen van, apám. Jé! Jézus Mária! Rendőr. Érkeztünk. És jött a rendőr. Vigyázz rendőr. Remélem tényleg nem tűnnek el ezek a bagok. És a zsákocskák. Van belőle bőven. Csak ennyi volt? Tényleg nem tűntek el? 3 óra 2, mi van? Megszűnt? Szerintem megszűnt, gyerekek. Én úgy nézem. Nézzük őket. Jó. Szorogott életbe, együtt meg. Szerintem elfogytak, gyerekek. Lehet, hogy egy idő után elfogynak? Nem lesz. Szerintem elfogytak. Mi volt az? Magnum tervrajz. Ez scrap. Elfogytak, basz. Elfogytak. Hallod? Elfogytak. 3 órán elfogytak. Szerintem akkor számít, hogy milyen gyorsan öld őket. El tudnak fogyni, látod? El tudnak fogyni. Ez még nem nagyon dobott valami nagyon fényes dolgot. Eddig még nem dobta szarrá magát. Hú, azért ez jó volt. Kicsit. Valami, mit csináltam én? Orrítoztam meg, ez itt vagytok egyáltalán, hogy mit csináltunk? Valami, pénzt is dobott a csáva, jó vagy. Sivá liba volt, gyerekek. A jövők, a gépfegyverek azok nem sokáig bírták, hát ezeket leszkrepelem, mert ilyen alkatrész jön belőle, tudod, ilyen túl acél alkatrész. Figyelj, nem nagyon dobják. Na jó, dolgokat. A kék az jobbat tud dobni? Ennyi volt, srácok. Figyelj, 3 órán kiírtuk az összes zombit, ami ki volt rendelve nekem. Jó, viszont lőszer a starod bőven. Jó, hát egy jó gyereket megcsináltuk. Ajajajajajaj, de jó voltunk. Jó voltunk, várjál már. Erről vissza egy csomó lőszert. Meg igazából, figyeljetek, ez semmi nem volt.
Hallod? Akkor mit akarok én itt 6 védelmi zónával? Hallod? Soha életemben nem fognak ezek bejutni. Most én gondolom azt, hogy ilyen nagyon op vagyok, vagy pedig opok vagyok, gyerekek. Ezt nem kell volna megjavítanom ezt a vizet, pisztolyt, azt a betyár, gyerekek. Ezt most komolyan mondom, hogy büszke vagyunk magunkra. A pisztolyt viszont átmodoljuk, jó? Ah, nem volt rossz, tetszett, gyerekek, tetszett. Le kéne kapni róla a vizet. A silencer, meg a vizet is, meg lehet, hogy az ötösre már 3 módot tudok rakni, ugye? Ó, de jó, akkor rá tudom rakni a silencer, ezt meg még valamit. Fegyveres páncélmód, mit tudnék még rárakni, amit ilyenre? Ez milyen? Ez mi? Kevesebb üzemanyagot teszik az jármű. Tök jó. Várjál, mit tudnék de rádobni? Bipot mód, ezt rá tudom rakni az izére? Pisztolyra is? Nem, azt nem tudom a bipotot. Bipotot nem tudom. Jó volt, tetszett, gyerekek, nagyon ez. Na nézzük, mit tudnék rárakni? Arra. Tármódot tudnék rárakni. Tök jó, az tármódot rárakjuk. Azaz nem árt neki, mert ugye még több először. Na jó, srácok, ezt megoldottuk kicsibe. Tök jó voltunk, tetszett, nagyon tetszett. Na, kaja alapanyag, az nem jött. Tök jó voltunk, tök tetszett, komolyan mondom. Viszont kézkaja az jött, az is kézkaja, ez is. Perfektek voltunk. Valami milyen csend lett, meg milyen hirtelen ilyen nyugalom van, és az tök szétstresszel az agyadat, hogy éppen mi történik, azt közben meg, utána meg hirtelen így megszűnik ez a dolog, és olyan furcsa eladó cuccok. Nem fogjuk abba hagyni akkor a gameplayt most. Igen, most építkezni nem fogunk, de egyébként fogunk építkezni, mert kitaláltam valamit. Ja, meg ezt beszéltem, hogy hol volt ez a 3-as puska. Erre tudnék rakni silencert, meg izét. Meg... jó, legyen egy jobb izé, legyen egy jobb puska. Hunting rifle vagy valami csoda. Ja. Iron crossbow arrow. Ezt is berakjuk, fegyver közül. Hú, gyerekek! Tök megnyugodtam hirtelen, vagyis olyan, tényleg, baró stresszes egyébként, komolyan. Baró stresszes ez a játék, amikor jönnek a zombik, nem is tudom, hogy mit csinálok. Úgyhogy most megint nem is tudom, mit dadogok össze-vissza. Haladó cuccok, ugye a pénz valahol, a pénzt is odarakjuk, és akkor már van egy csomó pénzünk, és ezeket eladom, tök jó pénzünk van, tök jó vagyunk. Anyagilag jól állunk. Ja, ólom van. Oh. Kicsit örülök neki, hogy ezt kell nekem. Én most berakom a páncél közé, de nem érdekül. Fegyver alkatrész. Fegyver és armor alkatrész. Egyébként ebből már annyink van, és ezeket minden adhatnánk ám, mert 2100, figyelj, például ugye steel tool parts, ugye nem tudok jobb steel cuccokat csinálni, úgyhogy ezeket tök eladhatnám. Vágod, mire gondolok. Ezek meg mehetnek akkor oda be. Van nálam lőszer is, jó van, oké. Jaj, jó voltunk, gyerekek. Esküszöm. Egy-két dologgal nem vagyok megelégedve. A kis motort azt ki kéne rakni, és a nagy motort meghagyni, nem? Mondjuk rakjuk a motort az egyéb kratba, van egy biciklim. És arra gondoltam, hogy egyébként kaftolhatnék, ahol van. Lehet, hogy kellene csinálnunk egy garást. És reggel is lett. Jó van, gyerekek, viszont amit akartam, hogy milyen feladat... Nem vettem fel küldetést utoljára? Miért nem vettél fel, ilyen gyerek? Treasure mapok vannak csak, nem vettem fel küldetést, nem baj, jó. A motort azt mindenképp ki akarjuk próbálni. Megvan tankolva egyébként a motor? Nem tankoltam meg, várjál már hozzá. Ja, ide gondoltam egy üzét, egy garást ide mellénk, közvetlenül mellénk. Már mondjuk lehet, hogy egy kicsit távolabb, ide valahova, azért, hogyha zombi horda jön, akkor ne instant azt támadják. Nézzük meg, milyen kárt csináltak itt. Itt mindig megpróbálnak fúrni egy kicsit, de igazából sok értelme nincs. Tök jól néz ki a bázis, nekem nagyon tetszik. Ezzel kellene valamit csinálni, felrobbantani vagy valamit. Bandika javasolt, hogy robbantsam fel, de lehet, hogy tényleg az lesz. Egyébként most milyen szépen fut? Valamikor nem értem, hogy jön 2000 zombi és tök jól fut, valamikor meg tök szorú. Hoppá, le kellene szednem a izéket. 6 óráig ráérünk, mert akkor nyitva a trader. Ki akarom próbálni a motort, de ezt vegyük is magunkhoz.
a motor, de az üzemanyagot, és nézzük meg, hogy mit tudunk ültetni. Azt elviszem magammal, más nem. Jó. Gyerekek, tök jó volt, éltem. Esküszöm, éltem nagyon. Ja, a motort hova tettem? Jól kivaradtam. Kirakkim van a jövő állat előtt, mi? Ja, egy garázst lenne csinálnom. Újabb komplexum lesz, garázsépítés. Mert ugye szerintem, hogyha ennek a csávónak csinálom a küldetéseit, akkor megkapom a többi járművet is esetleg. Úgy gyerekek, igen, ezt újra kellene ültetni mindent. Leginkább krumpli meg kukorica, úgyhogy azok lesznek majd ültetve. Nagyon gyorsan újra ültetem, hogy ugye termelődjen újra. 6 órakor nyit a trader. 2 küldetés van nála, tier 3-as. Írt a... basszus, nem emlékszem a nevedre, hogy biztos, hogy itt vagy. Mert mindig írsz a komment szekcióba, és köszi a tippeket. Hogy igazából a tier 3-as küldetés nem fog átlépni tier 4-esre, amíg nem csinálom meg a speciál jobot. Van még 2 tier 3-as, legalábbis utoljára az volt, nem tudom, hogy ha most az refresh-elődött, és most már több van, akkor megcsináljuk a speciál jobot. Ha csak 2 tier 3-as van, akkor azt még megcsinálom. Úgyhogy ebbe gondolkoztam. Tök jó, ez tetszett. Jaj, de jó. Bár egyébként az vettem észre, hogy annyira nem szeretitek a zombi hordás napokat. Sokkal inkább érdekesnek találjátok az építkezést például sokan. De egyébként tényleg mindenkinek más az, ami a favorit. Na várjál, ezért kell akartam a kukoricát, meg a krumplit akarom kivenni, hogy esetleg oda nézd, mennyi magot tudok egyébként. És csak kukorica és krumpli legyen most, leginkább. Na, van a kukorica? 105. Mondani azért most már 46-ot tudok. Tök jó. Oké, akkor a krumplit azt el is ültetjük. Krumpli és kukorica első körbe ugye az menjen. Jó, csinálja a kukorica magot is, mondom, nem csinálja. Oké. Kukorica járos. Meg persze csinálom a töket is, meg a többit is, hogy ugye majd, hogyha... Ja, ide nem tudok kukoricát ültetni, mert a fákja szar helyen van. Ezt tudjátok össze. Úgyhogy ez hülyeség volt ott. Jó, most ha egy kukoricát oda nem rakok ám, nem fog gond lenni. Jó, ezt gyorsan elültetem. Ezt el kéne menni még azt a két küld, megnézni a tradernél, vagy pedig a speciál jobot, meg ki akarom próbálni a mocit is. Jó. Oké, gyerekek, oké. Na, itt meg ma 28 kukoric, úgyhogy van bőven. Nagyszerű. Ugye ezekre megyünk rá. És azt fogom csinálni, hogyha itt betáblázom. Nem engedve rakni. Ha betáblázom az egészet, akkor utána a maradékot már föl fogom használni. Vágjátok, hogy mire gondolok? Hogy mindig legyen annyi, amennyit elültetek itt nyílre. És például ugye még maradt is 2. Jó, egyelőre berakjuk ezeket. És utána már tényleg azt fogom csinálni, hogy mindig fölhasználom. A maradékot föl tudom már használni. Mindig legyen elültetve fullra, föl fogom szedni az utakat, de most nem azzal akarok tökölni. Fölszedjük az utakat, és akkor kukorica, a krumpli, meg mindennel beültetjük, és a maradék, ami pluszban van, azt most már felhasználásra fog kerülni. És ez szerintem az így frankó. Várja, ígyunk egyet. Ugye nekek mennyi kávé, te Mária? Egyébként nincs nagyon italom, hanem ilyenek vannak, mert most izé van. Szegénység van, gyerekek. De nem baj. Rakjuk nyílre a piánkat is. Meg a kaját is nyílre rakom mindjárt. Bőven van. Várjál, nincs egy ideje, még egy husim. És akkor elkezdhetek normális kajákat csinálni. De egyébként kajat meg pia problémáim újabban nem nagyon vannak. Úgyhogy ennek örülök. Na, skacok, akkor ki kellene próbálni. A motorot megtankoljuk. Ezért azt gondolom várja mindenki. Legalábbis én nagyon. Az egy tizé van neki, V8 hangja, bore. Várjál. Nem se szóval jön az irányítást.
Gyerekek, ez megy, mint az őrült fazel. Meg ezzel szerintem elcsapok egy ízét, egy zombit, akkor azért ez megérzi. De jó, tök jó, imádom. Hogy sem mekkora ugrott. Ez jó, ez megy, meg kb. Dupla akkora izaja van, inventoria, ugye. Azt a betyár mekkora ugratott. Ez jó, ez azért lehet, ez haladós, érted? Viszont úristen, hogy eszi az üzemanyagot? 80%? Ez hogyan? Mitől lett 80%? Csak addig tankoltam meg. Nem hiszem, hogy annyit megevett. Hogy mi? Annyi üzemanyagot beleküldtem. Várjátok, itt egyébként azon gondolkoztam, hogy ezt megnézném, ezt az épületet, hogy nem-e termelődött túl jó. Ide letesszük. De várjál. Nézzük ma... Érdekes. Jó, gyorsan fogy. Várjál, megnézzük? Belenézzünk, srácok? Ez szerintem ez újra termelődött, nem? Várjál akkor. Ezt már csináljuk meg gyorsan, még reggel, nem? Na, ez újra termelődött, gyerekek. Ezt tetszik, ezt még ideje. Ezt még ki akarom lutolni. Hátha, scrap menni. Menni scrap. És szépen kilutolom, ne kapkodjuk el. Annyira. Most is az is kell, gyerekek. Ja, szépen lutoljuk már ki okosba. Ne kapkodjuk el annyira. Tök jó újra törbelődött, gyerekek. És ugye... Akkor végig tudok szépen, mert... De falad? Mi ez az? De nem, mert ezt kipucoltam, bazzel. Mert akkor izé... Aha... Ez nem termelődött még újra, gyerekek. Ez Hozier. Aha, ez még nem termelődött újra, pedig a 36. napban. Jó van, oké, akkor hát ez annyi volt. Yeah. Csak ott valószínűleg nem lutoltam ki azokat. Mert itt ugye, itt van a safe, az például akkor... az is megtelled volna? Nem. Ezt nem csináltok meg. Egyébként szerintem azt csinálom, már nyomom neki, mint az, akkor ez így az üzemanyagot. Asztal! Kicsúszott a seggedik. Na, küldjük neki. Nem megyünk a üzéhez, a traderhez, tudod. Viszont ja, hogyha nyomod neki, akkor zabálja az üzemanyagot rendesen. Hát de figyelj, gyorsabban is mész, érted? Most lehet, hogy hamarabb kifogy, de gyorsabban odaérsz. Na, ez az ugratás, ez mekkora lesz? Tök jó, nagyon megy. Kár, hogy nincs belső élet, vagy ezt lehet, hogy van. 5 óra 35. Az egy nagyon gyorsan ide érek, hallod? Meg ezt szerintem a kányák, ezt baromira nem érik utol, ugye? De tuti. Ez 300, szerintem nem toltam izé maxra. Jajaj. Ja, túl gyorsan is ide jöttünk, úristen. Egy ugratást nyomjunk. De Franco, ja, meg is sebződött. V8 hang az ott van. Miért tevődött be az ajtó? Lehet, hogy izé? Ja, mert még be van téve. Jó, a gyerekek. Lehet, hogy akkor el is búcsúzom. Most 100%-on van. Ja, lehet, hogy el is búcsúzom, és akkor a következő részben innen várnak beleteket, hogy ezt az utolsó kettő küldetést akkor leverjük. Köszi szépen a figyelmet, egyébként lassza volt, hallod? Nem is tudom, valaki írta, hogy a 100. napnál tovább biztos, hogy nem fogom bírni normál bázissal, azt jelenti, hogy normál, hogy nem csalok. Tehát nem ilyen lebegőbázis, meg ilyen hülyeségek. Hát én megkockáztatom, megmondom őszintén, hogy ki fogjuk bírni a 100. napig. Egyébként gondolkoztam azon, hogy valamilyen időintervallumot ki kellene szabni, hogy meddig menjen ez a sorozat, és léci, azt írjátok meg, hogy kb. Meddig menjen, mert nagyon szívesen belekezdenék valami különleges dologba, szintén 7 Days to Die, csak míg ez a sorozat meg nem tudom azt csinálni, pedig nagyon-nagyon vágyom rá. Úgyhogy, ha gondoljátok, írjátok meg, milyen messze van az a izé? Oda. Úristen, milyen messze van. Itt Treasure Map itt van. Jó, van, addig nem fogunk elvenni. Na, srácok, akkor köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csumi cső!